nekem a sokan a szülőváros, ami igazából a faluhoz képest, hogy ez volt közel. És így nagyon-nagyon zárt volt annak idején az egész széna, megvoltak a helyek, nagyon-nagyon komolyan tartották az így a pozíciókat. Szóval igazából itt ilyen kihalásos alapon se lehetett bekerülni, de ilyen nagyon-nagyon jó kultúrával rendelkező város volt akkor. És nekem egy iszonyatosan nagy köt kellett menni az egész folyton szinte az, hogy így tanulják, hogy így fel tudják itt lépni. Szóval nekem sokkal az mindig egy gyomorgás lenne totál. Szóval ez egy kivételes helyzet. Szóval én nagyon otthon érzem magam, meg olyan emberekkel találkozom, akik egy focista 6-8 évesen. Szóval nagyon durva, iszonyatosan. Az én pályának mondjuk, van egy nagyon érdekes szelet, tényleg mindenképpen. Szóval, mert tudod, amikor meglátod azokat, akikkel együtt jártál iskolába, és még lehet, hogy úgy néztek rád, hogy az itt veszi a lemezeket, úgy sem lesz belőle semmi, és akkor meg látják, hogy van, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és egyébként általában inkább mindenki pozitív a viszonyra, az, hogy de jó, hogy te megcsináltad, és azért ez így... De ebben jó dolog, mert azon én komplet hülyének néztek engem is, és pont ez. Ez nem frusztráció, hanem mégis egy örömteli a találkozás. Olyan struktúrák van, a teljes szettet szeretnénk játszani, hogy mindig egy saját magunknak újra alapot szoktál, akármit játszik előttünk lévő DJ-t, tiszteljük az ő szettjét, mindig végigvárjuk, de nem erőszakoljuk meg őt, hanem nagyon szépen hagyjuk, hogy kilépjen a showból, és egy pár zenére mindig így bemelegítjük magunkat, és meg itt megnézzük, hogy milyen reakciók van. Szóval az első 20 perc az ilyen experimentál, de úgy mindig egy ilyen mélyebb kezdés sor, egy ilyen katarzis ponttal visszapróbálunk érkezni a kezdőponthoz. Tehát ahogyan így, hogy szoktam mondani a Mátián, hogy így a csepp visszabér a tengerben, a felhőn keresztül tudod, hogy bejön, és akkor valami. És közben, hogy folyamatosan kapod az infót a társzűrőszor, igazából látod azt, hogy ez most az az irány,